aki pedig velem szemben ül, Mihály Péter egészségügyi közgazdász. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Azt mondta Zombor Gábor, egészségügyért felelős államtitkár, hogy végre a politika inger küszöbét is elérték az egészségügy problémái, amelyből egy akkora spektrumban, hogy muszáj, hogy fókuszáljunk egyre kettőre, mert nem tudjuk mindet érinteni. Zombor pontosan úgy fogalmazott, hogy amíg nem oszlatjuk el a gyanút, hogy a pazarlás és a párhuzamosság egyaránt megtalálható a rendszerben, addig nem lesz könnyű meggyőzni a kassza felett állókat. Na most egyrészt ez nem gyanú, ezt mindenki mondja, ezer éve tény, semmi újat nem mondott. A másik, hogy miről akarja vajon a kormányt meggyőzni a Lázár Jánoshoz nagyon közel álló politikus, ami esetleg hasznos is lehet, hiszen Lázár a legfontosabb és legnagyobb büdzsével rendelkező magyar miniszter, ha sikerül arról meggyőzni, hogy mi a teendő a legsürgetőbb az egészségügyben. Hát természetesen nem látok én bele abba, hogy a Lázár miniszter úr kabinetjében milyen leveseket főznek. Az biztos, hogy a politika ingerküszöbét egy olyan ágazat, aminek nincs önálló minisztere, nem érte el. De az elmúlt 4 évben sem volt egészségügyi minisztérium, most sincs, Zombor Gábor nem fogott ülni a kormány ülésén, őt egy olyan politikus fogja képviselni, aki az egészségügyhöz nem ért különösebben, és számára a sporttól, a nyugdíjig és a szociális foglalkoztatásig számos más fontos kérdés van. Tehát ha majd Zombor Gábor kiharcolja, hogy miniszter lesz, akkor mondhatja joggal, hogy elérte a politika az inger küszöbét. Azt is mondta, nem lehet kiskorúsítani az intézményvezetőket, hatásköröket kell nekik adni. Erre van-e lehetősége, érinti ez a gyemszit? Én azt gondolom, hogy ebben viszont igaza van az államtitkár úrnak, és ez azt bizonyítja, amit 4 évvel ezelőtt is minden szakember mondott, hogy a kórházak államosítása, vagyis a kórházvezetés kiskorúsítása, mert ez a kettő ugyanazt jelenti, hiszen nem a kórház igazgatók igazgatják ma már a kórházakat, hanem Budapestről a gyemszi mondja meg nekik, hogy vehetnek-e 10 dakka savanyú cukrot, vagy kifesthetik-e a mellékelséget. Szóval ebben igaza van az államtitkár úrnak, ez az alapvető kérdés. A Fidesz azt mondta 4 évvel ezelőtt, hogy ezzel minden probléma meg fog oldódni, mert hatékonyabb lesz az egészségügy. Mindenki tudta, hogy nem. Sajnálatos, hogy a kórházszövetség például ebben az ügyben végighallgatott, és nem tiltakozott a kórházak államosításán, gyáván viselkedtek. Most 4 év után, mintha egy kicsit megpróbálnának más hangot megütni. Viszont a mostani kormányzatra viszonylag ritkán jellemző egy teljes visszalépés egy korábbi döntéshez képest az esetleges tapasztalatok fényében. Úgyhogy ez a kijelentés vagy nem ér semmit, vagy valóban a visszarendezését jelenti, ahogyan ön is mondta, a kiskorúsításnak, hát ahogyan ő mondta. Igen, én is ezt gondolom, hogy ha most fogadni kéne a bookmaker irodába, hogy a kormány visszavonja a kórház államosítási döntését, akkor én is azt mondom, hogy valószínűleg nem fogja, de rosszul teszi. A másik, amit nagyon sürgősen meg kell oldaniuk, és ugye várható egy csomag a kórházak adósságállományával kapcsolatban a kormánytól őszre. Kíváncsi vagyok, hogy mit vár ettől a csomagtól, az, hogy az államosított 104 kórháznak a 3/4 bajban van. 100 milliárdos gyorssegélyre lenne a Népszabadság egyik cikke alapján szükség, és 10 milliárdnyi forrás van a kasszában. Az elég nagy különbség. Igen, de hát ezt az elmúlt 15 évben nagyon sokszor eljátszott a magyar kormány, meg a magyar egészségügy együttesen, és akkor valahol megegyeztek a 100 és a 10 között, ez lehet 25 is, meg lehet 65 is, valahol természetesen oda fogják azt az utolsó menetben a pénzt nyomni, és akkor azt fogják mondani, hogy most megoldottunk minden problémát. Itt már tényleg mindenki rossz hiszemű, a kormány is, az egészségügyi vezetők is, mindenki más számot mond, de ez egy ismert rituálé, ebben sok újdonság nincs. Akkor ő nem tartozik azok közé, akik vizionálják a teljes összeomlását morálisan is, és anyagilag is, és infrastruktúrálisan a magyar egészségügynek. Lehet így evickelni továbbra is? Lehet. Én ezt évek óta mondom, hogy egy ország vagy egy ágazat nem omlik össze, ahhoz nagyon nagy bajnak, külső bajnak kell történni. Volt már rá példa? Hát például a magyar gazdaság még nem omlott össze ez soha igaz. Az elmúlt 50 évben. Nem nálunk volt rá példa. Persze, tehát ilyesmi van, ilyesmi előfordulhat, de ahhoz erős külső hatásoknak kell lenni, ha ilyen nincsen, akkor ezek a rendszerek maguktól elevickélnek. A nagy baj, ez az egészségügyre is igaz, meg a magyar gazdaságra általában, hogy lassan fejlődik, vagy stagnál.
de nem omlik össze. És persze, ha 10 évig stagnál, az nagyon, nagyon rossz közérzetet teremt az embereknek. Ön nem tartja, erről ír is gyakran, a lassú, de hasznos fejlődés részének azt, hogyha a magántőkét úgy mondják be az egészségügybe, hogy párhuzamosan ugyanabban az intézményben? Hát az, amiről most az utóbbi napokban a Kórházszövetség nyilatkozott, hogy ők azt tartanák helyesnek, hogyha a kórházakban létrejöhetnének magánegészségügyi szolgáltatások. Ezt valóban nem tartom helyesnek. Miért? Azért, mert ez a rendszer így szükségszerűen egy közgazdászok úgy mondják, hogy zéró összegű játékként működne. Miért? Vagyis ez azt jelenti, hogy minél jobb a magánellátás, annál inkább rossz lesz az állami ellátás ugyanabban az intézményben. Miért? Mert ugyanazokról az orvosokról, ugyanazokról a nővérekről van szó, és abban az esetben, hogyha egy kórházban egy orvos egy óra alatt több profitot tud termelni a kórház igazgatójának a magán szférában, akkor oda fogják vezényelni. És nem a lehet fusizni attól még, hogy ez a rendszer fölállna, és állítólag azt a pénzt, amit ott keresnek, az intézmény teljes tűzoltására használnak. Nagyon jó, hogy ezt a fusizás szót használja, de valójában itt egy fusizásról van szó, mert mégiscsak arról van szó, hogy más minőségben, más feltételek mellett állítják elő ugyanazt a dolgot, amit az ingyenes társadalombiztosítási rendszer. De az összjóért, nem? Az intézmény. Hát nem az összjóért, mert természetesen az orvosok és a nővérek el fogják várni, hogy magasabb órabért, magasabb pótlékot, jutalmakat kapjanak. Egyébként miért vállalnak? Amit persze szegények megérdemelnének. Ez igaz, csak az fog történni, hogyha egy kórházban van két fülész, mondjuk, akkor innentől kezdve az egyik a magánrendelésen fog dolgozni, ami azt jelenti, ahol fizetni kell, tehát egy fizetős egészségügy van a második emeleten, míg az első emeleten addig két fülész dolgozott, most egy fülész marad, aki természetesen mehet szabadságra, aki beteg lehet, de mindenképpen a folyosón a sorok hosszabbak lesznek. Innentől kezdve pedig azok, mondjuk egy kisvárosban, ahol sok kórház nincsen, természetesen az fog történni, hogy egyre több beteg megy át a fizetős egészségügybe. Már aki megteheti. Hát igen, mert de ez az igazságossággal kapcsolatos természetesen már aki megteheti, de akkor majd nagyobb áldozatot fognak hozni azok, akiknek ez nagy áldozat, mert egyébként nem kerülnek sorra. És itt nem a járóbetegellátás, tehát nem a fülész megvizsgálja című problémáról van szó, hiszen ezért a kórház nem kapna pénzt. Valójában itt a műtétes szakmákról van szó, hiszen a mai helyzet... A sorok miatt. Paradox módon részint a sorok miatt, részint meg amiatt, hogy a kórházak kapacitása nincs kihasználva. Ott állnak az üres ágyak, ott állnak az üres osztályok, és ebből kell valami megoldást találni, mert ez tényleg pazarlás. Erre óriási... mondja a miniszter teljes joggal, és nem elsőként, hogy pazarlás ez és óriási pazarlás. De ennek a problémának nem az a megoldása, hogy a kórházon belül hozunk létre egy magánegészségügyet, mert ez tényleg átláthatatlan, igazságtalan, és ellenőrizhetetlen is. Hiszen innentől kezdve kétfajta szabály lesz. Akkor majd a steril injekciós tűt, meg a korszerű műszer csak a magán osztályon fogjuk használni. Hiszen ezek a bizonyos gépek, berendezések nem oszthatatlanok. Ha valaki a CT-n fekszik, akkor ott egy embert vizsgálnak. Akkor azt nem lehet, hogy használja közben egy másik ember is. Tehát ez a magántőkére szükség van, de ennek elkülönülten kell működnie, teljesen világos szabályok szerint, ezt a kettőt nem lehet keverni. Érdekes, hogy pont ez a kormányzat vetette ezt fel. Hát ezt még nem tudjuk, hogy a Kórházszövetségből a kormány beszél, vagy ez a Kórházszövetségnek a saját álláspontja. Teljesen igaza van. Mind a kettő lehetséges. Nem lepődnék meg, hogyha kiderülne, hogy ez a kormány álláspontja. Ilyet már sokszor láttunk, hogy civil szervezetek előjönnek ötletekkel, és aztán kiderül, hogy ez valójában a kormány ötlete, de erre semmi bizonyítékunk nincsen. Van erre hatástanulmány, vagy olyan nemzetközi példa, amit esetleg fel lehet mutatni, hogy van, ahol ez működik? Ugyanolyan, vagy hasonló kockázati biztosítási modellel, mint a miénk? Tudomásom szerint olyan, hogy kórházakban, hogy ugyanabban a kórházban folyjon magánműtét és állami műtét, hogy ezek elkülönítve legyenek, ilyen tudtommal az európai országokban nincsen, de persze mindenre van példa, és az sem bizonyítana semmit, hogyha valaki előhozná azt, hogy hátsó Portugáliában van ilyen. Nem jelent semmit. A mai magyar viszonyok között ez biztos, hogy egy rossz lépés lenne. Én őszintén szóval azt tartom valószínűleg, hogy nem fog megvalósulni, de az is lehet, hogy meg fog valósulni, ha valóban a Kórházszövetségből a kormány beszél. Ezzel biztos lehet
néhány orvosnak a helyzetén lényegesen javítani, hiszen innentől kezdve a saját kórházukban fusizhatnak, maszekolhatnak legális körülmények között. Ez nyilván sok orvosnak, sok egészségügyi dolgozónak személy szerint jó lesz, vagy jobb lesz legalábbis, mint a mai helyzetben. És a lobbyerejük általában nekik szokott sajnos az erősebb lenni, nem pedig annak a rengeteg orvosnak, akinek alacsonyabb a lobbyereje. A szaktárca nyáron kidolgozza állítólag a konszolidációs program részleteit, ami ősszel a parlament elé kerülhet. Mit várna legfontosabb teendőként és nagyon hasznos lépésként ettől a konszolidációs programtól, és mi az, amitől a leginkább tart? Hát, egyáltalán tulajdonít neki bármilyen jelentőség. Szerintem ezeknek a dolgoknak különösebb nagy jelentősége nincsen, hiszen az a ágazattal foglalkozó szakemberek a minisztériumban is, meg az OEB-ben is évtizedek óta pontosan tudják, hogy melyek azok a fölösleges kapacitások, amelyeket meg kellene szüntetni. Hát ez nem szaktanulmány kérdése most már réges-régen, hanem politikai döntés kérdése. Én ezt nem tartom valószínűnek, hogy a kormány rászánná magát, mert egyszerűen nincs olyan rossz anyagi helyzetben a költségvetés pillanatnyilag, hogy erre a pénzre okvetlenül szüksége lenne. Tehát ez a vegetálás fog maradni, nem fognak ágyat megszüntetni, nem fognak kórházakat bezárni, holott indokolt lenne. Mert ugye ne felejtsük el, hogy az alapvető problémám, az előbb is utaltam rá, az, hogy vannak bizonyos munkahelyeken orvosok és nővérek, más munkahelyeken meg üres ágyak vannak, meg üres műtéasztalok. Ezt már sokan próbálták megoldani. Igen, ezt meg kellene oldani. Ennek az egyetlen értelmes megoldása, én nagyon régóta ezt mondom, az, hogy normális biztosítási rendszert kell létrehozni, ahol a biztosítók külön-külön oldják meg ezt a problémát, mert ezt központilag a szocialista módszerekkel nem lehet megoldani a mai piacgazdasági körülmények között. Hát a biztosítási rendszerünk biztosan egyszerűsödött az elmúlt 4 évben. Köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondtam. Nagyon szívesen.